Oké. Én azt hallottam Elinától, meg arról beszélgettünk azért, hogy a kitöbbek között nem csak egy olyan szimpla coach, mint akinek egyébként a dolga az, hogy ne beszéljen sokat, hanem kevesebb kérdezzek, és lehetőleg olyat, amitől a leghatékonyabban és a legérdekesebb és a legértékesebb dolgok kijönnek majd belőletek, mert hogy ez a miért összejöttünk. Talán annyit, hogy amikor arról beszéltünk, hogy ez a self-branding, meg a piac, meg nagyon sok mindent mondott Erika egyszerre, hogy mi megbeszéltünk egyfajta ilyen sorrendet, hogy honnan indulunk el, ugye a KH-tól, és aztán minden ilyen alkalomnak lesz egy picit azért valamilyen kerete, hogy egymásra épülő, egymással kapcsolódó legyen. És azt hiszem, hogy ez a self-branding téma az egyébként így indításnak nagyon jó, mert ugye először meg kell határozni magunkat, tudni, hogy kik vagyunk. Hogy az építészetben pontosan hogy azt én nem is tudom. Tehát nagyon jó kérdező lehetek, mert tényleg nem tudom, hogy ez hogy van. Hogy igazi kíváncsisággal tudom kérdezni tőletek, hogy ez hogy működik. Megkérdezhetem először tőletek ezt, hogy nálatok, hogy hogyan alakult ki a saját brendetek, hogy egyáltalán mennyire tudjátok értelmezni, hogyan működik az építészetben, az építész cég számára, mit jelent az, hogy legyen márkája, legyen brendje. Hát, ugye akkor most kezdjük az elején, még kéne második generációval gondolom magam az építés túlélés, az alapítóink a Csákvagyi Ferenc, a Kváta Sándor, ők voltak, akik elkezdték ezt. Tehát szerintem a fejükben kellett, ez a gondolat mondjuk valaha is megfogalmazódjon, de szerintem abban az időben, ez 89-90-es évek, 90-92, nem hiszem, hogy ez alapján indult el. Tehát, nem, tehát mondjuk veletek szemben azt gondolom, hogy nem a brandépítés volt a vágy, hanem az volt a vágy, hogy az állami tervező irodáktól elszakadva egy önálló saját céget csináljanak. És szerintem azt gondolom, de ezt tényleg ők tudnak igazából elmondani, ők elkezdtek dolgozni, és a munka, vagy a kialakult, vagy kiadott munkák kezdték el építeni ezt a brendet, hogy mit jelent ez az építés rúgós munka. És hogyha most arra gondolok, hogy mi hogy építünk most brendet, hát szerintem sehogy. Tehát valószínűleg ezt követjük továbbra is mi, hogy azt próbáljuk megcsinálni, hogy a házakat csináljuk jóra, vagy szeretnék jóra csinálni, csak azt gondoljuk ettől majd hívesek veszünk, de persze nem. Tehát hogy ez szerintem az nagyon, nem hiszem, hogy mi vagyunk itt a legjobbak, hogy nem hívesek. Oké, tehát hogy látok, a munka minősége az, amit úgy gondoltok, hogy a ilyen ismerettségeteket adja. Hát mi nem szeretnék ezt gondolni, tehát ezt nyilván másoktól kell megkérdezni, hogy miért gondolják azt, hogy az építés tudó jó. Mi azt szeretnénk, hogy azt gondolnánk, hogy azokat a házakat, amiket megépítünk, és sikerül megépítünk, azt a lehető legisztudásunk szerint építjük. És van ilyen visszajelzéseket tőlük, hogy hát, ők elmondják, hogy miért olyan jó, mert ki mondja el, ki a kérdő, tehát ki az, ki válaszol, hogy ez egy másik dolog, hogyha mondjuk most a székelmetet kapcsán szerintem elég sok sajtó visszhang jelenik meg, és nézhet mindent, én kapunk meleget, hideget, bármit. Tehát, hogyha az utcában egy kérdezed meg, akkor az felszólódik a hegyes padokra, mások meg imádják, hogy mire van zöld. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon, és szerintem ez a szakmán belül is van egy ilyen meghatározás, hogy ki hogy viszonyul a dologhoz. Tehát, hogy egy abszolút ítéletet nem tudom, hogy lehet mondani. Ezt így megerősíteni, én is mondom. Már 20 éve vagyok a cégnél, és az elmúlt 20 évben nem emlékszem arra, hogy tudatos brandépítésben, amikor is felmerült volna közöttünk. Tehát sokkal inkább egyfajta csapatépítés szerintem, ami tetten érhető, és ebbe nyilván van egyfajta tudatosság is, tehát már a cég kezdetétől kezdve jelenlő, hogy egyfajta csapatot próbálunk építeni, a hangsúlyt a közös munkára helyezzük, tehát a csapatban tudjunk együtt dolgozni, mert abban hiszünk, hogy az mindenképp hatékonyabb és értékesebb, mint ha egyének küzdenének. Nincs erre az irodájára, tehát az építést tudjuk Kft. Mindig megkérdezik, hogy ez a Csákvagyi építés, hogy nem. Ez a Keller építés, hogy nem. Ez az építés tudó kárt. És hát ez zavarba jön, hogy mi az, hogy építés tudó kárt. Tehát szerintem lehet, hogy a brand építés ott kezdődik, hogy van egy ilyen tuti név, és amíg ébe sorakozik mindenki, nem. Nincs. Hogy jól értem, akkor nálatok maga ez a kifejezési brand építés, ez nem hétvölt maga jutott maga a kifejezés.
és nem használjátok igazából. Szerintem nem gondolkodunk rajta, tehát lehet, hogy ezt kell... Te gondolkodunk ezzel szerintem, hogy beletékezünk? Nem, én még nem mondom. Talán azokat, hogy minden romboljuk lebrendetet, hogy ne csináljunk hülyeséget. Szóval, hogy organikusan alakul ez az ismeretség, de nem kifejezetten már egy ilyen törekvések, hogy az építés stúdióval összefüggjön ez vagy az a pont. Most ilyen nagyon gyakorlati dolgokra elkezdeni, hogy mondjuk szeretnénk-e, hogy a nevünk ott legyen egy munka? Persze, tehát ezt kérjük és lehet mindig erre a másik az elemennyire figyeltek, hogy kicsitán levágják a képek a szignóvét. Gyereket, tehát ezek, ezzel, igen, tehát azért ilyen szinte gondolunk arra, hogy, hogy mondjuk amit kérdünk, abban legyen valami eredmény, meg hogy ne felejtsek el, de nem ez a funkció. Oké, köszönöm. Azt kérdezem tőled azt meg, hogy ugye ti véleménytek arról, hogy lehet-e olyat csinálni, hogy nem rendet építeni? Tud egy cég úgy működni, hogy közben nem építjük rendet? Ugye mondjuk rend alapvetően az valamilyen fajta metódus alapján való beazonosítással, vagy tárgyaknak, vagy szolgáltatásnak. Azt gondolom, hogy ha valaki valamilyen terméket előállít, és ez legyen szállami termék, vagy kézzelfogható, akkor ez alapján be fogják őt azonosítani, és ilyen módon gyakorlatilag ez a munka, amit végzünk, és a építészetű belső építészet az önmagában létrehoz valamit. Most, hogyha azt néznék, hogy mi az, ami lexikon szerint a brandnek a megnevezése, akkor lehet, hogy ezt lehetne cizelni még, de azt mondom, hogy lehet így is brandot építeni. Sőt, egyébként mondjuk most együtt eszembe divat kapcsán egy olyan cég, akiknek konkrétan nincsen dobójuk, nincsen szóval most nem rokon jött eszembe. Pont azért. De hogy ez is ki lehet emelni azt, hogy konkrétan nincsen meg se semmilyen identitás, nincsen jellegzetessége. Azt mondom, hogy ez így is erre metódus. Oké, tehát akkor, hogyha szeretnénk csak röviden használni ezt a szót, és mondjuk nem túl misztifikálni, akkor ugye azt lehet mondani, hogy egy építésznél lehet, ha jól értem véleményeket, hogy nem kell valami olyan markáns logó legyen ott, mint mondjuk egy Adidasnak a logója, vagy valami ilyen dolog. Mégis az én kérdésem kicsit provokatív volt, hogy az én saját véleményem az, hogy a brand szót most használjuk úgy, hogy az elismertség, vagy hogy a vélemény, hogy mit gondolnak róla, tehát hogyha azt mondják, hogy építésstúdió, és tudják, hogy ki vagy, vagy másik, akkor mi minden kapcsolódik hozzá, ugye? Ez az önazonosságnak a kialakítása, ami összefor valahogy lehet, hogy nem is a cég nevével, hanem a te neveddel, amikor azt mondják, hogy történnek egy személyesen is lehet ilyen. Ugye ez így épül organikusan, vagy tudatosan. Egyébként azért vagytok egyik kórus, ahogy én értettem, Erika, elmondása, hogy ti ha akarjátok, ha nem, ahogy én értettem, építettetek ilyet, valamit, amit most bennek hívunk röviden, mert ugye egy elismertséget szereztetek, ti pedig, hogy tudatosan álltatok ennek neki. És mi a véleményetek most így, aki először véleménye van, hogy most a mai piaci helyzetben mekkora a szerepe annak azon túl, hogy valaki mondjuk jó szakmailag, hogy mi az, amit mondanak róla, és akkor kifejezik rendnek, vagy akármi másnak, mi kapcsolódik az ő személyéhez, cégéhez. Én azt gondolom, hogy mondjuk itt elhangzott a 89, ahhoz képest most már egészen más a szituáció. Tehát most akkora a verseny, hogy jelenleg valamilyen módon láthatónak kell lenni. Tehát, hogy a piacon észrevehetőnek és megkülönböztethetőnek kell lenni. Ugye nekünk nem állunk egyébként a brandépítés, ugye általában rengeteg energiát vissza egyébként a munka mellett. De hogy az, hogy mi beazonosíthatóak legyünk, és választani lehessen mondjuk versenytársak között, és minket választanak, ahhoz ez sajnos, vagy nem sajnos hozzátartozik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ma, ha valakinek nincsen kialakult praxisa, vagy identitása, akkor ennek neki foglalkozni kell ezzel. Mm. Viszont az identitás is egy egészen jó szó, a szimpatikusan, mint a brand. Az kicsit érthető. Én még ez annyit tennék hozzá, hogy szerintem egyetértünk ezzel, hogy a mai világban egyre fontosabbá válik szerintem. Ennek a szerepe, hogy az ember mennyire tud megjelenni, akár a média.
ezt mi is érezzük a saját bőrünkön, ugyanakkor meg azt is gondoljuk, hogy ez a történet, ez a folyamat nem is annyira személyekről szól, hanem sokkal inkább talán az épületekről és a megépült alkotásokról. Tehát, hogyha valami rendet teremt, akkor szerintünk sokkal inkább a megépült munkák, amik alapján mondjuk az embert megítélik, és az eredmény a munkatok eredménye. Ilyen szempontból mi azért nagyon szerencsések vagyunk, tehát ha tavaly voltunk 25 évesek, és ha visszatekintünk, akkor nagyon sok szép munkánk volt, meg lehetőséget kaptunk, és tehát azt gondolom, hogy ha minket beazonosítani akarnak, akkor sokkal inkább a megépült épületekkel. És észreveszik az épületen, hogyha ránéz valaki, hogy ezt titeleztétek? Hát lehet, lehet. Szerintem azért vannak az épületek között hasonló karakterű épületek, vagy hasonló vonások, de mondjuk ez is jellemző az irodának, hogy mi nem egyfajta épület típusból gondolkodunk, hanem és akkor ez már inkább szakmai idők, hanem mindig az adott helyhez, szituációhoz, meg a problémához próbálnak keresni az éppen számunkra a legizgalmasabb megoldást. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudjuk, nem kliséket adunk el, hanem minden egyes feladatot próbálunk megoldani a legjobban. Ami azt is jelenti, hogy tényleg nincsen egy ilyen, tehát hogy mondjuk, hogyha azt mondom, hogy ez a Al-Hadid, akkor mindenkinek a fejében van egy kép, hogy ezek egy ilyen hullámzó, nem tudom, milyen házak lesznek. Hogyha azt mondtad, hogy építést fog, nem lesz ilyen képed, mert ha megnézed a vidéki kis házunkat, az ugye a mi gyerekünk, mint mondjuk az alkotás, például mondjuk a Szerikámán